Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Filmipar Pécsen, Baranyába hoznák a produkciókat, forgatásokat a szakemberek. A stroke finom jeleinek felismerése a cél, prevenciós napot rendeztek Pécsen is. Pillanatfelvételek a baranyai gazdaságról. Címlap kiállítás a Kamarai Újság 30 évéről. Egy nap a természetért. Családi nap a Kökényi tónál. Letennék a pécsi filmipar alapjait azok a kreatív szakemberek, helyi cégvezetők, akik tavaly már egy filmforgatást Pécsre hoztak. Erről, illetve az együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Egy-egy produkció megvalósítása a helyi vállalkozásoknak is megrendeléseket, bevételeket jelenthet, ezért támogatja az ötletet a helyi gazdasági érdekképviselet. Ez a 12 karácsonyi játék című amerikai magyar romantikus végjáték pécsi forgatásán készült verkfilm. Tavaly novemberben dolgozott a stáb a városban helyi cégek közreműködésével. Céljuk, hogy a pécsi filmipar alapjait lerakják. Ennek lehetőségeiről tartottak egyeztetést, beszélgetést a Design Pécs rendezvénysorozaton a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A város, illetve a kamara erőteljesen beállt mögénk, hogy segítse ezt a mi kis elképzelésünket, hogy filmből, Pécsből szeretnénk csinálni egy filmgyártóvárost. Tehát a nemzetközi filmgyártásnak egy pici szeretét szeretnénk lehozni Budapestről Pécsre. Szakembereink megvannak hozzá, helyszínek megvannak hozzá, csak ugye maga a kezdet az ugye sajnos mindig nehéz. És a kamara most sokat segít nekünk, és ez volt az elmúlt 2-3 hétben talán már az negyedik ilyen lehetőség, hogy ezt elő tudjuk adni, ezt a kis ötletünket. Kovács Tamás azt mondja, jó esélyük van ennek megvalósítására. Úgy gondolom, hogy hatalmas esélyünk van erre, tehát ahogy mondtam, a szakképzett munkaerő, a helyszínek, az adottságok azok megvannak. Ezt magát a háttérmunkát, illetve az egész szervezést kezdtük el körülbelül 2 évvel ezelőtt. Azt mondom, hogy kelleni fog még valószínűleg 1-2 év, hogy ez teljes mértékben beinduljon, de a potenciál az hatalmas, hatalmas lehetőség a városnak is, illetve az egész régiónak is. És esélyeket nem is mondok, hanem azt mondom, hogy megcsináljuk. A filmkészítés, a filmipar megteremtése sok szereplős, amiben szerepet kaphatnak a helyi vállalkozások is. Ezért fontos a helyi iparkamarának, hogy segítse a szereplők együttműködését. Azt látjuk, hogy van egyfajta szándék, van egy közös akarat, de ahhoz kellene látniuk a szereplőknek egymást, tehát be kell tudni azonosítani, hogy ki miben tud együttműködni velünk, hogyan tud együttműködni velünk, mik azok a tényleg közös érdekek, mert hogy közös érdekek mentén mindig sokkal egyszerűbb együttműködni, mintha csak valamelyikünk akarja, és nagyon örültünk, hogy idén a meghívásnak eljött az egyetem is, tehát látjuk azt, hogy az egyetemnek is van egyfajta szándéka arra, hogy együttműködjön a film szakmával. A helyi vállalkozások ki tudják elégíteni azokat az igényeket, amik felmerülhetnek a filmipar részéről, mondja az iparkamara munkatársa. Nincs nagyon nagy aggodalom itt senkiben, úgy tűnt a filmforgatás kapcsán, hogy ne lenne bárki olyan vállalkozás, akivel mi ne lennénk tényleg olyan kapcsolatban, hogy meg tudják oldani azt, hogyha valamilyen igény van. Akár emberek, akár helyszínek, ugye most, amíg nincs egy konkrét forgatás, addig ezt az időt kihasználja a cég arra, hogy összegyűjtse azt az információ halmazt, ami ahhoz kell, hogyha valakinek kipattan egy ötlet a fejéből egy filmmel kapcsolatban, ami egy specifikus helyszín, vagy specifikus tudás, angol nyelvtudás, német, francia nyelvtudás, tehát bármi ilyet igényel, akkor már legyen egy olyan adatbázis, amihez hirtelen hozzá tudnak nyúlni. Ráadásul a kamaránál működő Enterprise Europe Network adatbázisában a nemzetközi kreatív ipari vállalkozások is megtalálhatók 37 országból. Így szükség esetén az ő szaktudásuk is igénybe vehető, mondja a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa. A Magyar Stroke Társaság a Rotary klubokkal karöltve országos stroke prevenciós napot szervezett szombaton. A cél, hogy a laikusok is időben felismerjék a stroke finom klinikai jeleit, és így a lehető leggyorsabban érkezhessen a stroke beteghez a szakértő segítség. A bemutatóval egybekötött prevenciós napot Pécsen a Nagy Bevásárlóközpontban rendezték meg.
Évente 25-30 ezer asztrok által sérült betegek száma Magyarországon. Ez már egy csökkent adat a korábbi évekhez képest, bár még ez is nagyon jelentős. Ma már sokkal jobban kezelhető a asztrok, mint 15-20 évvel ezelőtt, mondta dr. Szapári László, a Pécsi Tudományegyetem neurológus professzora a Pécsi Stroke Prevenciós Napon október 12-én. Ha a beteg időben megérkezik egy sürgősséggel és egy stroke centrumba, akkor elég jók a kimenetéli esélyek. De hangsúlyoznám, ha időben. Tehát, hogy az első fázis, a betegség felismerése, a tünetek észrevétel és a mentő riasztása milyen sebességgel következik be, az kulcskérdés. Tehát ezen rendezvényeképpen ezt célozzák meg, hogy a stroke ismereteit, a tünetek felismerését, és hogy kell reagálni, ezt minél szélesebb körben terjesszük. A stroke-nak vannak klasszikus látványos tünetei, melyek még a kezdeti időszakban jelentkeznek. Bármilyen károsodás történik az agyban, akár egy ér elzáródik, agyvérzés keletkezik valamelyik oldalon. Ebben az esetben mindig az ellentétes oldalon keletkeznek a tünetek, tette hozzá a professzor. Elcsempül a beteg szája, tehát félreáll a szája, nem tud rendesen mosolyogni, legyengül az az oldala, nem tudja a kezét vagy a lábát emelni. Többnyire beszédzavar is társulhat, ez attól függ, hogy melyik oldali a károsodás az agyban. Tehát általában erre oktatjuk a közönséget, hogy ilyen esetben, ha ilyen gyanú van, hogy valakinél egy hirtelen beszédzavar van, vagy hirtelen végtaggyengeség van, vagy szájcsempeség van, akkor gyorsan tesztelje le ezt, hogy ez valóban mennyire valós, és tulajdonképpen a negyedik tünet az a mentős telefonszám, tehát azonnal sürgőségi szinten hívni a 112-t, és ha a referálás adekvántan történik, nyilván mentős kollégák nagy pontossággal egy kérdévő alapján fogják kikérdezni a hozzátartozót, tehát segítenek a kérdések megválaszolásában, de hogyha ezek a kulcskérdések vagy a kulcsválaszok elhangzanak, végtaggyengeség, beszédzavar, szájcsempeség észlelhető a betegnél, akkor a mentőszolgálat azonnali szinten intézkedik. Már a beszélgetés alatt útnaindítja a kocsit, és a beteg a legnagyobb sebességgel a sürgőségre fog kerülni. A prevenciós nappal a stroke finom jeleinek felismerésére hívták fel a figyelmet, ugyanis ennél az idegrendszeri betegségnél minden percnek hatalmas jelentősége lehet a felépülés a gyógyulás szempontjából. A Magyar Stroke Társaság, az Országos Mentőszolgálat és a Rotary Klubok közösen szervezték meg ezt a napot, melybe a Rotary Klub Pécs is bekapcsolódott. Magyarországon 19 városban egy időben a mai nap folyamán folyik. Valahol sportesemény kapcsán történik ez a megelőző tájékoztatás, valahol a plázában van, valahol az árkádban, mint például Pécset. Tehát sokszínű ez a fajta dolog. Az a lényeg, hogy a stroke jeleiről tulajdonképpen tájékoztassuk a nagy közönséget, és időben szóljanak a mentőknek arra, hogyha valami fajta, ilyen fajta jelet, stroke jelet tapasztalnak bárkinél, akár az utcán, akár otthon, akár a lakásban, vagy kint a közterületeken. Az eseményt Pécsen a belvárosi nagybevásárlóközpontban tartották. Itt a nagy közönségnek a szakemberek bemutatták a stroke felismerhető jeleit, és a megfelelő cselekvési folyamatot is demonstrálták. A szűrőprogram során vérnyomás és vércukormérés is volt, valamint orvosi konzultáció lehetőséget is biztosítottak. A stroke prevenciós napot többek között Magyarország kormánya, a Nemzeti Laboratórium és a Pécsi Tudományegyetem is támogatta. Rövid híreink következnek. Októberben több vidéki nagyvárosban, Veszprém után Győr, Miskolc, Szeged, Pécs, Debrecen is első kézből kaphatnak információkat a vállalkozók az elmúlt évek legnagyobb KKV-nek szóló innovációs támogatási programjáról. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz két felhívása keretében 75 és 106,88 milliárd forintnyi pályázati pénz érhető el. A cél a vállalkozások innovációs képességeinek javítása, illetve minél exportképesebb termékek, technológiák és szolgáltatások létrehozásának ösztönzése, közölte a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Októberben a megye több városában, Pécset, Mohácson és Szigetváron várják az általános, valamint a középiskolák végzős osztályaiba járó fiatalokat, szüleiket és tanáraikat a Baranya vármegyei kormányhivatal által szervezett pályaválasztási rendezvényeken. Az idei évben több hasznos és izgalmas a munkavilágához, a munkahelyi beilleszkedéshez, a sikeres karrierhez kapcsolódó szakmai előadással is várják az érdeklődőket a Pécsi Expo Centerben. A NAV baranyai munkatársai október 14 és 20 között hétfőn Pécsett, a távol-keleti termékeket árusító éttermeket, szerdán szintén Pécsett a kórháztér üzleteit, csütörtökön pedig Mohácson a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A Vármegye ipari parkjaiban és nagykereskedelmi bázisain a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak betartását ellenőrzik. Az elmúlt 30 év kamarai újságainak címlapjait állították ki a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Ezek mind olyan ötletes, kreatív alkotások, amelyek pillanatfelvételként mutatják a helyi gazdaság helyzetét, folyamatait, hangzott el a megnyitón. A Design Pécs esemény sorozatához kapcsolódtak a tárlat létrehozásával. Egy újság címlapjai kifüggesztve az oszlopokra a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épületében. A gazdasági érdekképviselet rendszeresen megjelenő kiadványának borítóját már évtizedek óta Hajnóci Őrs tervezi, készíti. 30 éve kezdődött, akkor még Bognár József kollégámmal együtt, és ő 8 év elhunyt, és azóta én magam csinálom ezt az újságot. Persze sok kollégával együtt, de hát maga az újság az a mi kezünkben születik, az én kezemben születik, és a címlapok is, ami gyakorlatilag a címlapsztorinak a kiemelt plakátja, ha úgy tetszik, és ez az érdekesebb, hogy úgy kell megfogalmazni egy címlapot, hogy üssön, tehát rövid, mondani való legyen, színben, betűben úgy kell megtervezni, hogy ha kézbe veszi valaki, akkor informatív legyen és tetszetős. Hajnóci Őrs azt mondja, bár nem közgazdász, de azért, hogy jó legyen a kiadvány és a címlap, ismernie kell a gazdasági fogalmakat, folyamatokat a térségben. Ahhoz, hogy az ember képbe legyen a tervezésnél, a címlapalkotásnál, vagy maga az egész újság belsején, el kell olvasnom az egész újságot a tördelésnél, a szerkesztésnél. Tehát így mondhatnám azt, hogy ilyen kontár szakmabeli vagyok, de ez pont elég arra, hogy az ember áttekintse ennek az egész Baranyának a gazdaságát. Rengeteg ismerős van már ezen keresztül, akik szintén ugye a kezeim között születnek a riportok, és hát így rengeteg ismerős kapcsolat alakul ki. A címlapokból készített kiállítást nemrég nyitották meg hivatalosan. A Design Pécs keretében nagyon sok programot találunk ki és szerveznek a kollégáim, és az egyik ilyen ötletünk az az volt, hogy a 30 éve a gazdaság közéleti magazinját, a Dél-Dunántúli Gazdaságot, és annak is a rendkívül színes címlapjaiból csináljunk egy kiállítást. Az apropója kettős. Az egyik, hogy ezek a címlapok a gazdaságról olyan pillanatképet adnak, a design nyelvével, ugye ezek elképesztő grafikai tervezéssel nagyon, nagyon ötletes címlapok. A másik apropója pedig az volt, hogy Bognár József és Hajnóci Őrs, ma már csak Őrs van velünk, készíti 30 éve ezeket a címlapokat, és most meghívtuk Bognár Józsi feleségét is, az özvegyet, a Klárit, hogy a Bognár Józsi emléke előtt is adózzunk, aki az elmúlt 30 évből 22-t a címlapoknak áldozott. A helyi kamara főtitkára szerint ezek a címlapok olyan ötletes, kreatív pillanatképek a helyi gazdaságról, amikre elég ránézni, hogy tudjuk, miről is szól a címlaphoz kapcsolódó írás. A kiállítás az Iparkamara székházában, a pécsi Majorosi utcai épületben látható. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. 131 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság hétfőn az MT-t. A statisztika szerint pénteken 50, szombaton 31, vasárnap 48 az országban jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak két hatásértőt is, velük szemben idegen rendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 239 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. Szintén a múlt héten az ország belsejében 5 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegen rendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Felújítják a vasúti pályát Szentlőrinc és Szigetvár között. Október végéig ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, tudatta a MÁV ZRT a honlapján. A közlemény szerint a Nagykanizsa-Pécs vonal Szigetvárt és Szentlőrincet összekötő szakaszán 80 km/h a megengedett legnagyobb sebesség,
de a pálya műszaki állapota az elmúlt években annyit romlott, hogy több szakaszon sebességkorlátozást kellett bevezetni, és emiatt rendszeressé váltak a késések. A Barcs-Szigetvár-Szentlőrinc-Pécs útvonalon menetrend szerint csúcsidőszakban óránként, azon kívül két óránként közlekednek majd a vonatok. Bővebb információ a MÁV honlapján olvasható. Egy igazán természetközeli élményt hozott a családosoknak az Ergé Stúdió Pécsen. Érdekes előadások, környezettudatos játékok, kézműveskedés, értékes tombolanyeremények és sportprogramok várták az érdeklődőket. 5 évvel ezelőtt rendezték meg először az egy nap kezdetű rendezvényeket. Ekkor a beteg gyermekekért, kisállatokért szervezték a programokat. Október közepén a természeté volt a főszerep, színes kavalkád várta az érdeklődőket a kökénynyitóhoz. Az egy nap a természetért, ez pedig hát nem kell nagyon mondani, hogy itt ismét próbáljuk meg alapozni a jövőt, illetve próbáljuk azt megmutatni a gyerekeknek, szintén családi nap rendezvény keretén belül, hogy hogyan is kell környezettudatosan működni, lemodellezünk egyes folyamatokat, megismertetjük a természeti értékeket velük. Az eseményen a játékos programok mellett érdekes előadásokat is hallhattak az egybegyűltek. Központi téma volt a környezetvédelem és a fenntarthatóság. A rendezvényen különböző termékek, tombola, étel, ital vásárlásra is lehetőség nyílt. Különlegesség, hogy mindez becsületkasszás alapon működött. Családosoknak volt alapvetően meghirdetve a program. A cél, hogy egyrészt a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre felhívjuk a figyelmet, illetve nyilván azt szeretnénk, hogy a kicsik játékos formában már megismerkedhessenek a témával, és ők tudatosabban tudjanak a jövőben is tenni a jó ügyért. A rendezvényt egy rajzpályázat előzte meg, amelyen a gyerekek vehettek részt. Az eredményeket a jeles napon hirdették ki. A szervezők számára fontos volt, hogy a kicsik is megtalálják a számukra izgalmas elfoglaltságokat, így a legkisebbeket lengőtekével, csillámtetkóval, labdajátékokkal várták. Alapvetően nálunk ez egy ilyen filozófia, hogy a következő generációra próbálunk koncentrálni. Lévén az, hogy nagyon sok gyerek van nálunk a cégnél, másrészt meg hát most kire támaszkodjunk, hogyha nem a következő generációra. Amellett, hogy a rendezők kiemelt figyelmet fektetnek a gyerekekre, szerencsére a felnőttek is élvezték a kínált programokat. Én például nagyon örülök neki, hogy nagyon sok szülő elhozza gyerekét erre, és hogy ezzel a gyerekeket úgymond úgy támogatják, hogy ennek tényleg van egy ilyen nemes. Én úgy gondolom, hogy van egy nemes üzenete, és hogy nekem az egy pozitív csalódás, hogy nagyon hirtelen, relatíve nagyon gyorsan megtelt annyira, amennyire most ti is látjátok ezt a rendezvényt, és nem csak a gyerekek lelkesek amúgy, hanem a szülők is, és ez nagyon jó, ez jó látni így. A jó úgy érdekében igyekeznek az egy nap kezdetű programokat a jövőre is továbbvinni. A rendezvény a Zöld Híd Alapítvány támogatásával valósult meg, így a nap folyamán összegyűlt teljes bevétellel őket segítették. A régió híreivel folytatjuk. Számos eszközzel, többek között légzőkészülékekkel, légzőmaszkokkal gazdagodott a bátaszéki önkormányzati tűzoltó parancsnokság. Ezek nagymértékben segítik a lánglovagok hiánypótló munkáját. Egy riasztásnál minden perc számíthat, a tűzoltók számára pedig elengedhetetlen, hogy modern, korszerű környezetben is eszközökkel dolgozhassanak. A bátaszéki önkormányzati tűzoltóságon nemrég felújították a laktanyát és a vizes blokkot, továbbá számos eszközzel, például légzőkészülékekkel gazdagodtak. Ezen kívül beszerzésre kerültek most kézi szerszámok, ezek akkumulátoros kis szerszámok, amivel kisebb helyeken is tudunk dolgozni. Továbbá új védőruházatok kerültek beszerzésre. Ezek is már komfortos, a mai kornak megfelelő modern viseletet adnak, kényelmesen tudnak a kollégáim benne dolgozni, és ugyanúgy ebben műszaki és tűzoltási feladatokat el tudnak látni. Az oktatások, képzések is folyamatosak, annak érdekében, hogy a lánglovagok a gyakorlatban a lehető legfelkészültebbek legyenek. A pályázati forrásban most megvalósult a híradópultnak is a felújítása. Ez egy GVR rendszer, ami azt jelenti, hogy mikor pajzsriasztáson keresztül
mikor megérkezik hozzánk a riasztás, akkor egy automata rendszer hangjelzés alapján jelzi a kollégáinknak, hogy káresemény érkezett, hogy mindenről meg tudják kezdeni a vonulást. Ez az automata rendszer automatikusan fölkapcsolja a laktanyába a világításokat, és nyitja a garázskaput, szertárkaput, és a kollégák megkezdhetik a vonulást. A város önkormányzata számára rendkívül fontos, hogy a több település ellátását végző önkormányzati tűzoltóság jól és hatékonyan működjön, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Ez központi költségvetési támogatás is érkezik az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, illetve a települések is adnak támogatást, ebből tudjuk a működtetést biztosítani. Ennek van egy része, ami kimondottan az üzemszerű működéshez szükséges, de hát ebből a költségvetési forrásból próbáljuk az eszközöket is egy részben pótolni, de ez nem elegendő. Ezért nagyon-nagyon örülünk azoknak a lehetőségeknek, amelyek pályázaton keresztül megadják és megteremtik azt a helyzetet, hogy eszközökre tudjunk pályázatot benyújtani. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság és a Bátaszéki Tűzoltó Egyesület között is jó az együttműködés, így mindig megtalálják a módját, hogy mindkét fél hozzájusson a különböző pályázati forrásokhoz. Tamási után ezúttal Szekszárdon tartotta meg pályaválasztási roadshowját a Tolna vármegyei szakképzési centrum. A kitelepülésen a centrumhoz tartozó mind a 8 intézmény bemutatkozott. Az iskolák az oktatott szakmákhoz köthető interaktív feladatokkal, játékokkal készültek. A Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményei mutatkoztak be a szekszárdi Garai téren a pályaválasztás előtt álló diákok számára. A pályaválasztási roadshowra, az iskolák által kínált lehetőségekre sokan voltak kíváncsiak. Igazából mi azt szeretnénk megmutatni minden esetben, hogy a szakképzés mit tud nyújtani a pályaválasztó diákoknak, illetve szeretnénk testközelbe hozni nekik azokat a szakmáinkat, amelyeket így ki tudunk idehozni és meg tudjuk őket mutatni. Az a célunk, hogy erősítsük a szakképzésnek az elismertségét, vagy az elfogadottságát. Szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésből is lehet menni egyetemre. Az intézmények interaktív standokkal készültek, így az érdeklődő diákok közelebbről is megismerhették a szakképző iskolákban tanulható szakmákat. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen előnyei vannak a szakképzésnek. Ösztöndíjrendszer, a végén egyfajta ösztönzőként, akár az eredménytől függen, akár 300 ezer forinthoz is juthatnak a sikeresen vizsgázók, illetve a duális képzésben rejlő lehetőségeket néhány duális partnerünk is megjelent. Tehát azt szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésben van a jövő. Az esemény házigazdái a szekszárdi Adi, Pezarédi és Hunyadi iskolák voltak. Profilunkból, jellegünkből fakadóan nyilvánvalóan gasztronómiával készültünk. Megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen csoda dolgokat tudnak készíteni a diákjaink, és hogyan tudjuk ezeket tálalni. Természetesen interaktívvá tesszük a dolgot azzal, hogy bevonjuk a jelenlévő, megjelenő diákokat abba, hogy ők díszítsék a süteményeket, vagy éppen a kis szendvicskéket, és ezzel próbáljuk őket egyrészt magunkhoz csalogatni, természetesen másrészt pedig bemutatni arra, hogy mennyi szépség rejlik ezekben a szakmákban. A diákok, ha tehették, az összes standot meglátogatták. Tetszik a villanyszerelői szakma, de az ételek elkészítése sem túl rossz, nem lenne túl rossz nekem, és szeretem azt is. És hát még nagyon nem tudom, hogy mi legyek, de ezért jöttem ide nézelődni is. A szakképzési centrum legközelebb 15-én Dombóváron tart pályaválasztási roadshowt. Több mint 400 millió forintból újult meg és bővült a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Marczali Fejlesztő Iskolája. A gyerekek új csoportszobákkal, kiszolgáló létesítményekkel gazdagodtak, illetve elkészült egy 8 fő befogadására alkalmas fejlesztő óvoda is. Az lesz a feladat, hogy a fel maradjon benne a pohárba. Oké? Új csoportszobáikban 10 óra íznak a gyerekek a Marczali Fejlesztőiskolában. Az intézményt 2018-ban vette át fenntartóként a Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa. Azonban az gyorsan kiderült, hogy a 24 gyermek számára már nem elegendő és megfelelő a régi épület.
Kinőttük az épületet nagyon hamar, 24 nebulóval költöztünk be, szűkek voltak a folyosók, nem volt elég mosdó, tehát hogy kicsik voltak a csoportszobák a kerekesszékeknek, sokszor három kerekesszék egy 10 négyzetméteres helyiségbe, tehát nem volt megfelelő, és fenntartónk látta, hogy ez egy olyan állapot, amin változtatni kell, és szerencsére nagyon jó szemmel és nagyon jó szívvel állt meg mellénk, és így az iskola alapítvány finanszírozásában elkezdődhetett ez az építkezés tavaly előtt, és most augusztusban került átadásra, tehát szeptember 1-jében az új tanévet már itt tudtuk kezdeni, és az a nagyon nagy dolog, hogy nem csak iskolánk van, hanem egy óvodával is bővítettük az épületünket, úgyhogy egy óvoda és egy fejlesztő iskola kapott itt helyet most. A teljes beruházás 411 millió forintba került, és az iskola alapítvány saját keretéből biztosította az összeget. A régi épület felújítása mellett egy háromszor akkora új épület is helyet kapott. Itt nagyon kis létszámú csoportokban történik sérült gyerekeknek a nappali ellátása. Három csoportszobát hoztunk az iskolás gyerekek számára létre, illetve egy óvodai csoportnak a elhelyezésére biztosítottunk új területet, illetve az ehhez szükséges kiszolgáló helységeket építettük meg, mint tornaszobát, irodákat, fejlesztőszobát, logopédiai szobát és az egyéb szükséges szociális helységeket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országosan 20 iskolát és óvodát üzemeltet, de ilyen speciális fejlesztő óvoda és iskola csak Marcaliban van. Bár igény lenne rá, a segélyszervezet egyelőre nem tervezi újabb fejlesztő intézmény létesítését. Most nagyon boldog vagyunk, hogy itt Marcaliban megvalósult ez a felújítás és bővítés. Ugye az iskola létszáma is bővült itt Marcaliban. Óvoda eddig nem volt, tehát az egy új intézménytípusunk, ugye 8 fős óvoda, fejlesztő óvoda az, ami itt létesült, úgyhogy most a következő időszak feladata az, hogy tényleg belakjuk ezt az épületet, hiszen egy ilyen épület átadás az nem valaminek a vége, hanem inkább valaminek a kezdete, hiszen most vették birtokba a gyerekek, pedagógusok, úgyhogy a munkaszínvonalát szeretnénk ezáltal is javítani. Az intézményben jelenleg 5 óvodás és 24 iskolás korú gyermek éli a mindennapjait. A fejlesztő óviban már most várólista van, de azt, hogy kikerülhet az intézménybe, a Vármegyei Szakértőbizottság hivatott eldönteni. Iradunk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Filmipar Pécsen, Baranyába hoznák a produkciókat, forgatásokat a szakemberek. A stroke finom jeleinek felismerése a cél, prevenciós napot rendeztek Pécsen is. Pillanatfelvételek a baranyai gazdaságról, címlap kiállítás a Kamarai Újság 30 évéről. Egy nap a természetért, családi nap a Kökényi tónál. Kedden is sokfelé napos időre számíthatunk, de helyenként vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, viszont csak néhol alakulhat ki átmenetileg kisebb eső, zápor. Helyenként élénk lesz az északnyugati szél. Délelőtt 8-12, délután 13-20 fok közötti hőmérséklet várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!